Nyírgyula és Mária Pócs határán áll ez a kereszt, a két település mesdjéjén adták át hivatalosan is azt az összekötő utat, amelynek megépítését már több mint 20 éve kezdeményezte az akkori nyírgyulai képviselőtestület. Mária Pócs és Nyírgyulai között pontosan 2000-ben épült meg az első útszakasz, ami korábban 4 méter szélességű volt. Nagyon sokan használták, igénybe vették, és a Magyarország kormányának a vidékfejlesztési programjához csatlakoztunk 2021-ben, ahol a Nyírgyulai-Mária Pócs alkotta konzorcium pályázott ennek az útnak a külterületi szakasz szélesítésére, útpatka képítésére és a vízvezetés stabilizálására. A beruházás 315 millió forintba került. Az összegből a két település önkormányzata 17 millió forint önerőt vállalt. A fejlesztés a helyiek számára kiemelten fontos. Amikor 2000-ben megindult, akkor a fele készült el köves útként, Nyírgyulai, a másik az földes út volt. Akkor is már sokan jártak, és a kövezés után pedig megélénkült a két település közötti rokoni látogatások is, mert akkor az volt a jellemző, és ahogy az úthálózat épült, akkor az autók is észrevették, ők is erre közlekedtek. Ahogy az ipari park megépült, a dolgozóknak nagy száma is elindult, és hál' Istennek kerékpárút van a környéken bőven, és ezt is úgy használjuk, mint egy kis kerékpárot. Igaz, hogy még ez nem az, de azért az autók nem olyan nagy számba mennek, mint a Nyírbától Nyíregyházi úton. Az átadáson Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, választókerületében 2018 óta több mint 100 kilométernyi útszakasz újult meg. A fejlesztésekben pedig, mint mondta, jelentős szerepe van a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek is. 70 kilométer az közút, és mintegy 50 kilométer pedig a vidékfejlesztési program jóvoltából újul meg, és ilyen formán jóval 100 kilométer felett tartunk. Ebből a 17 programból, amely a vidékfejlesztési program jóvoltából létesül, útfelújítás, ez mintegy 45 kilométer. Ez összekötő utakat jelent, tehát a választókerületben az elmúlt 5-6 évben a 120 kilométer az igen nagy arányú útfejlesztést jelent. Az összekötő út átadásán Ág Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára elmondta, az elmúlt 14 évben több mint 4000 milliárd forintot költött közútfejlesztésre a kormány. Magyarország kormánya 2010 óta 4200 milliárd forintot költött közútfejlesztési beruházásokra. Ebben talán a legnagyobb tétel és a legfontosabb azok a beruházások voltak, amelyek azt szolgálták, hogy minél több térséget be tudjunk kötni a kétszer-kétsávos utaknak a rendszerébe. Nagyon sok megyeszékhelyet, nagyon sok megyejugvárost sikerült ebbe a hálózatba bekapcsolni, és továbbra is azon leszünk, hogy a gyors forgalmi úthálózat 30 percen belüli elérését tudjuk elősegíteni. Ezen túl természetesen nagyon fontos valamennyi térség, az ország valamennyi térsége számára az, hogy kisebb jellegű útfelújítások is meg tudjanak történni. A Magyar Közút, a Magyar Falu program révén az idejében is számos beruházást indított el, és a jövőben is természetesen a választókerületek érdekében ilyen jellegű munkába fogunk fogni. Az átadáson az is elhangzott, a 3,5 kilométeres összekötő út felújításával a korábban nehezen járható veszélyes szakaszon a balesetek száma is jelentősen csökkent.